itt a kedves zenekar, ez az, megérdemlik a tapsot, megérdemlik a tapsot, és akkor a kedves zsűrűnek át is adjám a szót, hogy értékelje őket. Hát itt csak kiemelni lehetne a zenekar tagjait, mindenkit külön, úgyhogy ki vagytok emelve, legyetek úgy, főleg a szemüleges gitáros úr, mert nem tudom a nevét, de szerintem meg fogom jegyezni a nevedet. Először, amikor átment a színpadon, azt hittem, hogy a Tátrai Tibusz van itt. Hát szerintem nem sokat tévedtem. Úgyhogy nagyon jó volt a produkció, nagyon egybe volt, és a közönséget is megettétek, szóval voltak apró zöldszeretek, de nem érdekes. Tehát átjött és lehengereltétek a közönséget, és téged is. Köszönjük szépen! Mindenféle szakmaiakat írtam eddig mindenhol mindenkihez. Aztán utána nálatok gondolkoztam egy ideig, hogy mi a felét írjak a papírra, majd lerajzoltam egy kezet így, mert az van, hogy ez akkora bütykös, barom nagy metál, hogy fú gyerekek, nem tudom. Először, mondom durván, tehát először megláttam, hogy Generations cover band, meg minden. Nem tudom, itt voltatok-e már, amikor egy másik zenekarnál mondtam, hogyha még egyszer valahol meghallom azt, hogy band a végén, akkor utána sikítok. Megtörtént, köszönöm. És aztán akkor megláttam két idősebb úriembert, meg pár fiatalabb úriembert. Mindenki gondolja végig, hogy kinek kérik szólt ez. És gondoltam, de aranyos, majd lesz egy-két ilyen stenkes fiatal srác, és akkor jöttek az idősebbek, és ők majd követik a tempót. A nagy tüdőt, hát annyira úgy zúzott mindenki, hogy szerintem itt pontosan mindenki ugyanannyi éves, csak másnak álcázza magát. Az, hogy Ozzit, és ráadásul, hogy ilyen Ozzit játszottatok, ez nekem külön megmelegíti a szívemet, mert konkrétan az első Ozzi lemezem a Barkedemon volt, és azonnal megzabált kettőre. Na most az, hogy valaki egy az egyben letolja a Jake Healy szólóját, hát elnézést kérek, de hát a rohadt életben már. Ez csodálatos volt. Igazából egyébként már engem ott megettetek, amikor 17,5 másodpercet az elején eltoltatok egy olyan méden voltából, amit nem is játszottatok, és az is tök jó volt. Tehát én már ott fogogtam az örömtől. És tényleg mondhatnám még, hogy ki mennyire, milyen jó volt, hogy a dobos szétaprította a cuccot, meg a kisgegek, mint ugye a Trooper zászlólengetés, ami egy az egyben ugye a Maiden koncerteknek a velejárója. De gyakorlatilag ezt nem érdemes cincálni, tényleg lehetett hallani a közönséget, úgy zabáltátok meg és aprítottátok föl, ahogy csak kell. Ennél, tehát itt akkor mi mit pofázunk? Ennyi. Sztárok vagytok, zsenik vagytok. Ezt csináljátok nagyon-nagyon sokszor, és teljesen nem ígérgetek felelőtlenül, főleg, hogy most már bécsi lakos vagyok, de amikor éppen tudok, ott akarok lenni a koncerten, mert ilyet akarok még sokat, szóval iratkozom föl-föl rátok, mert ez fú, imádtam. Köszi. Sziasztok, én nagyon rövid leszek, iszonyú Maiden fan vagyok én, amikor kezdtem ezt az egész zenélést. Én Nikó függő voltam, aztán jött mindenféle más szó a zene is sajnos. És szóval ezt szoktam mondani a dobolásra, hogy ha most a dob az egy, illetve a dob egy csaj lenne, akkor folyamatos orgazmusa volt, mert úgy meg lett rakva, hogy nem lennék a helyében, vagy lehet, hogy épp azon lennék. Tehát tényleg ki lehetne mindenkit emelni. Például a gitáros úrról az jutott eszembe, amikor elkezdtetek beállni, hogy itt van egy hiperintelligens villamos mérnök, aki most gitározni fog, igen, és abban a pillanatban, amikor elkezdett gitározni, akkor beszaltam, tehát ez világvége, és ti voltatok az első a zenekarma, ahol teljesen kiszakadtam ebből, hogy ilyen tehetségkutatón vagyunk, mert konkrétan az jutott eszembe, hogy itt ülünk a haverunkkal, beszélgetünk, eszünk, egy kurva jó koncertre jöttünk, úgyhogy ez nagyon magas színvonal, és nagyon szépen köszönöm az élményt. Soller László a rockklub tulaj, még az autóját is eladná, csak hogy a zenekar játszon nála. Nem érdekelnek a veszteségek, de már csak presztízsből is ezt a zenekart mindenképpen felléptetném. Fantasztikus volt.
Nem, úgy gondolom, hogy nem szorultok nagyon bíztatásra, mert több bizalomból nincs hiány. Én úgy láttam, hogy kicsi a színpad, és rögtön az elején jöttök le, és itt vagytok a frontvonalban, a monitornál elképesztő. Tehát profizmus van, és ezt vállaljátok is. Úgyhogy én igazából csak azt nem értem, hogy miért nem vagytok pillanatnyilag ennél ismertebbek, mint amilyenek vagytok, hiszen például én sem hallottam rólatok. Szóval nagy színpad, én azt mondom, nem tudom saját dologkal, hogy álltok, de hát ha ezen a színvonalon hozzátok elképesztő. Ma este hallottuk az első dobosát, egyetértek, tehát ez elképesztő volt. Úgy láttam, hogy saját hangosítótok van, tehát nem szarra gurigáztok le a kalappal. Így kell ezt csinálni, nagy színpad.